Ezt az R2-nél felbaszták. Mondtam egy-két csúnya szó lesz. Teljesen oké. Film profilok vannak benne, ezek már stukkók csak, simán. Tehát ezek nem tartanak, ezek csak úgy nézek ki, mint ahogy tartanának. Jó vagytok, minden jó? Szép napot kívánok mindenkinek! Augusztus 20-a van, és éppen ezért úgy döntöttünk, hogy ide egy kis kultúrával feltölteni az adásainkat. Bizonyára sokatokban felmerült, itt a Népszínház utcában barangolva, hogy mi ez a hatalmas szecessziós mozaik kép azon a bizonyos sarokházon. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy ellátogattunk az egykori pesti serfőzde homlokzatát borító, tényleg gigantikus, 60 méteres mozaik frízhez, amelyet 1906-ban készített Roth Miksa, a kor egyik legjelentősebb mozaik készítőmestere, méghozzá Dudics Andor tervi alapján. Úgyhogy nézzük is meg. És hát itt is állunk, hölgyeim és uraim, ez az a bizonyos mozaik fríz, amely gyakorlatilag több mint 100 éve áll már itt. Úgyhogy kérdezzünk is meg pár embert, hogy egyáltalán hallottak-e róla, vagy tudják, hogy ez egyébként mit ábrázol. Sziasztok, bocsi, az utcáról forgatunk, arról az épületről. Lenne kedvetek esetleg válaszolni egy kérdésre? Nem igazán, ne haragudjatok, de most. Bocsi, most sietünk. Jó. Az utcával kapcsolatban, az az épületek kapcsolatban. Lehet? Nem. Jó, köszönjük. Köszi. Fel az outrót, az elköszönést. Mármi nem a tiédet, hanem ennek a videónak a lezárása. Ez is egy jó videó, hogy így senkit nem sikerül megszakítani. És akkor hát ahhoz is a tiédet. Yeah? Do you want to... Yeah, we are... De persze. 1890-ben itt volt első sörház. 1906? Gyere ide! Találtunk is egy kedves úriembert, aki egy csomó mindent tud erről az épületről. Sok mindent, nem csomó. Akkor árulj el, mi az, amit nem tudunk erről a szecessziós épületről? Valójában szerintem mindent tudtok erről az épületről. Ez a 1800-as években az első sörház volt. Valójában ugye Pest-Buda, mivel ugye Pest a lényeg, ők hordták ki a sört. Ez egy fantasztikus régi nagy épület, és látszik is azért, hogyha rámész majd a kamerával, az se baj. Hogy ez nagyon erős épület, tehát ez komoly építmény. Szóval, ha megy. Megy. Na hát azt szeretném tőled megkérdezni, hogy tudod-e, hogy mit ábrázol ez a mozaik kép? Nem. Hát kérlek szépen, ez a sörívás és sörkészítésnek a dicsőítéséről szól, és 1906-ban készült. Gratulálok hozzá. Nagyon szép. Tetszik? Igen. Tudod, ki vagyok én? Nem. Szervusz, bemutatkozom. Szilágyi István, ingatlan tanácsadó. Böskei Dávid. Szia. Ott itt egy kis borozó. Aha. Nézd csak, ott van, állj fel nyugodtan. Megyek-e? Nézd meg, nyugodtan. Ott van egy kis borozó, és ide jártunk a barátaimmal borozgatni, vágja a wifi, azért bluetooth, nem? Aha. Látod, az a kis borozó, és mindig itt kiültünk és néztük, és akkor csajok mentek föl reggel, képzeld el, hogy fölmentek fél órát, lejöttek fél órát, becsukták, elkezdték a mozaikot pakolni. Nincs akkor nagy jelentősége valójában, a mai embernek nincs szüksége a hagyományra, mert a hagyomány az egy dolog. Tudod, elmúlik. Mindig az a fontos, ami van, nem? A kultúra. És akkor... A kultúra az mindig jó kultúra. Várj egy picit, mert nehogy így Ja. Akkor most egy becsapós kérdés fog következni. Tudja, hogy milyen történelmi eseményt ábrázol a fenti mozaik fríz? Elmondom neked mindjárt. Először azt hittem, hogy Árpád, semmi közön sem Árpádhoz elmentem, hogy ez egy sörös kocsi. Vedd a közepét a... Közepét nézzük? Igen. Az elméletileg egy sörös kocsi. Van benne egy pici kis toldis buli, de az a baj, tehát elméletileg, hogy ez a jobb oldali képet nem is tudom kit ábrázol. Tehát mindenki hallja. Na hát igen, mondtam, hogy becsapós lesz a kérdés. Nem lesz becsapós. Előtte azt hittem, hogy toldis lesz, és tudod a furcsa, hogy mindenhol van egy aranybetét a végén. A tetején. Uh-huh. Régen a papok hajoltak meg a király előtt. Uh-huh. Egyébként nagyon közel volt a megoldáshoz. A vizsla mit keresott? És nem is magyar vizsla, mert a magyar vizsla az barna. Ezt egyébként Dudics Andor tervezte ezt a képet, azért olyan, amilyen. Ki tervezte a lakást? Azt nem tudom, hogy ki tervezte. Hozom a sört. Facebookon jelő ismerősnek Szilágyi István Györgyként vagyok fönt. Jó, rendben. Figyelj, mert hamisítanak, hallod, van belőlem vagy 5000. Jó, rendben, mindenképp bejelölek. Jó, itt dolgoztam 5 évet, képzeld el. Ott hogy hívják? Valami ilyen ő? Igen. Ott a megoldás.
Mégpedig? Tudor, Vidor, Morgó, Emil. Vidor, Emil. Vidor, Emil, igen, tudtam, hogy valami ilyen... Ez a... valaki ilyen törpik, nem? Hát csak 300 eladásom volt, hallod? Csak? 5 év alatt. Ja, 300 tranzakció. Hát ez azért nem rossz. Hát ugye, itt ismernek, szeretnek engem a körületbe, ezért. Hát jó, hát sok sikert akkor a jövőben is. Nekem is, namaste. Namaste. És most menjétek innen, mert nem szeretik, hogy itt kamerálnak. Ja, ez egy ingatlan. Igen, zavagyottuk a faszomba innen. Jó, jó. Köszönöm. Mi is. Outro-t még vegyük fel. Outro-t vegyük fel. Nézd meg ezeket a balisztereket, látod, mi az itt? Az a gáz, hogy ezek a lábazatok, ez pekkelt. Benne az izébe a telepen megcsinálják, ez betétes, soha nem fog meghalni, ez kapcsolódott amúgy, nem ragasztott. Ott van az ember, aki csinálta. Tervezte. De amúgy elmondom neked, hogy akár elmész Prágába, akár elmész Európába, bármelyik nagyvárosba, ugyanilyen épületek vannak, és tudja, hogy nem lengyelek csináltak meg oroszok, magyarok. Ha 10 évvel ezelőtt állnék itt, bizonyára sokkal rosszabb állapotban lenne itt ez a műalkotás. A második világháborúban még bombatalálatot is kapott a ház, azonban 2019-ben átadták 5 éves restauráció után, immár felújított állapotban a Mozaik Frizt. Öcskei Dávid, Népszenz TV. Igen, meg kell várni, még megszárad. Mindennel kapcsolatban meg kell.